Szeres rózsám, csak nézd meg kit, mert a szerelem megvakít, mert engemet megvakított, örökre megszomorított. Szék az erdélyi mezőség központjában Kolozsvártól északra, szép, dombos vidéken fekszik. A ma 3000-es község a középkorban még sóbányáiról híres szabadkirályi város volt. A gazdagság és az elzártság együttesen alakította Szék egyedülálló kultúráját. A kutatók még az 1970-es években is érintetlen népviseletet, népzenét és táncokat találtak. Így vált a széki pár az akkor kibontakozó táncházmozgalom legkedveltebb táncrendjévé. A székiek párnak nevezik a táncrendjüket, ami arra utal, hogy a szünet nélkül egymást követő táncokat ugyanazzal a legénnyel, leánnyal kell végig táncolni. Közben partnert váltani nagy illetlenség volt. A széki pár régebben legényessel, a sűrű és ritka tempóval kezdődött. Ezt követte a négyes, vagy ahogyan ők mondják, a magyar, majd a lassú és a gyorsan forgó csárdás. A rend az 1960-as évektől két új tánccal, a porkával és a hétlépéssel bővült. A legényest a székiek az utóbbi évtizedekben, a táncszünetekben a zenét külön megrendelve járják. Körbesétálva kezdődik a gyors ritmusú, virtuóz, sűrű tempó. A rövid séta után a legények együtt váltogatják a pihenő és csapásoló motívumokat, a zenéhez igazodva négy soros szakaszokba, pontokba fűzik a figurákat. A pergő ritmusú táncot a lassúbb ritka tempó követi, amelyben a lábcsavaró motívumokat lelassítva, a csapásoló figurákat felgyorsítva táncolják. A magyar vagy négyes különlegessége, hogy két pár kis köröket, négyeseket alkotva táncol együtt. A körök váltakozó irányba sebesen forognak. Három forgás, vagy ahogy ott mondják, fordítás után pihenő következik, amelyben a táncosok eleresztik egymást és körbe sétálnak. A séta közben a lányok zsebkendős kezüket összefogják, a legények pedig ujjaikkal pattogtatnak. Gyakran a ritka tempó lábfacsaró és csizmaverő figuráit táncolják. A négyest énekes dallamokkal, jajnótákkal kísérik. A tánc 15-20 percig is eltartott, így mindenki elénekelhette a maga nótáját. A lassúban a párok szétválnak, a legények körbe sétálva énekelnek, majd ismét táncba hívják párjukat. Az aszimmetrikus zenére körben állva, szorosan összeülelkezve táncolnak, énekelnek. A lassút a legközkedveltebb tánc a csárdás követi. A körforma felbomlik, és a vidám, pattogó ritmusú zenére a párok sebes forgásba kezdenek. A csárdást sokáig, néha egy órán keresztül is húzzák. A párok néhány irányváltás után leállnak, félrehúzódnak, és összeölelkezve a zene ritmusára billegve pihennek. A porkát és a hétlépést körbe táncolva, egymáshoz igazodva járják a párok. Ezek a táncok egyszerű szerkezetűek, de a gyorsuló zene miatt nem könnyű eltáncolni őket. Széken a 80-as évekig minden héten és minden falu részen külön táncházat rendeztek. A fiatalság szívesen ment a táncba, hiszen ez volt az egyedüli alkalom a találkozásra, párkeresésre. Sűrű és ritka. Thank you.
sűrű tempó. Pihenő. A pihenőben egy dobbantást három lépés futás követ. Pisti az zárlatot előre futással készíti elő. Az utolsó figura végén a jobb lábatokra ne tegyetek súlyt, az csak egy dobbantás legyen, hogy a lezáró illeszkedjen a figurához. Zárlat. A motívumot a combcsapással kezdjétek el. A jobb kéz bokacsapása után a jobb lábat szorosan a bal mellé tegyétek vissza. Az erdélyi legényesek többségét a zenekar előtt szólóban járják. A széki sűrűben a legények együtt körben állva táncolnak. Csapás. Ez a csapás úgy kezdődik, mint a lezáró, de a taps után a bal láb lelép, és ismét a jobb csizmát kell megütni. Figyeljétek meg, hogy a motívum minden fázisában történik valami. Taps, lábcsapás vagy dobbantás. A pihenőhöz hasonlóan három motívum után következik a már ismert lezáró. Zárlat variáció. Sokféle variációja lehet a lezárásnak. Ez egy látványosabb befejezés, bármely pont végéhez illeszthetitek. Úgy lesz szép, ha egyenes háttal lendületesen hajoltok le a bal lábhoz, a súly a jobb fölött marad. A filmen láthatjátok, hogyan épülnek fel a pontok. A szabály ugyanaz, mégis mindenki a saját pontjait táncolja. Mindhárom táncos külön elemzést érdemel. Találjátok meg, hogy a néma filmen hol van a zenei sor vége. Csapás ollóval. Az olló nehéz figura. A jobb lábról felugorva nagy lendületet vegyetek. Táncotok akkor lesz elegáns, ha szálfa egyenesen ugrotok fel, törzsetek nem hajlik se előre, se hátra. Figyeljétek meg, hogy a szemben álló bácsi mindkét lábát jobb kézzel csapja meg. Csapás variáció. Az első csizmacsapást oldalra üssétek. Ez egy izgalmas variációs lehetőség. A széki férfiak gyakran alkalmazzák. Zárlat combcsapással, ollóval. Tegyétek magatok elé mindkét kezeteket, és próbáljátok az ollózót érdekkel megrúgni. Könnyed ugrásra törekedjetek. Teljes csapáspont. Ebben a gazdagon variált pontban a csapás minden egyes motívuma különböző. Ti is próbáljatok egyéni megoldásokat találni, de figyeljetek a szabályra, három figura után mindig zárlat következik. A felvételen három teljes pontot láthattok. A legények kiforrott mozdulatokkal, virtuózan, szépen építkezve táncolnak. Ha ügyesek vagytok, új motívumokat is elleshettek.
Pihenő variáció. Ezt a motívumot úgy tanuljátok meg, hogy a már ismert dobogó figurát lépve a hangsúlyos dobbantást a levegőbe rúgjátok. Ha ez már megy, a rúgást is hagyjátok el, helyette ugorjatok fel, és leérkezve elől keresztezve lépjetek. Ne ugorjatok magasra, mert nem lesz időtök a gyors zenében időben visszaérkezni. A zenei hangsúlyra történő lábmozdulat sokféle lehet. Levegőberúgás, szökkenés vagy apró lábkör. Csapás variáció. Az ollózó mozdulatban csak oldalcsapás van, erős derékfordítással kell táncolni. A figura folyamatos ismétlésekor fontos, hogy a végén ne essetek rá a jobb lábra, a súly végig a bal lábon maradjon. Széken a legényest táncpárban táncolják, a gyors, sűrű tempót egy lassabb tánc, a ritka tempó követi. A sűrűre a zakatoló pattogó ritmus, a ritkára inkább a lábfigurák ívessége, kidolgozottsága jellemző. Ritka tempó. Pihenő lábkörzéssel. A lábkörötök akkor lesz szép, ha egész törzsetekkel kíséritek. A köröket szép lassan, nyugodtan, széles ívvel indítsátok, mintha nem is tudnátok, milyen gyorsan kell majd a végét bekunkorítani. A lábkörökkel történő improvizáció a ritka tempó egyik leglátványosabb eleme. A táncosok lassan, körbehaladva, széles mozdulatokkal táncolják. Csapás. Teljes pont. A ritka a sűrű tempó zárlataiból és csapásaiból áll össze. Zárlat, zárlat, csapás, zárlat, 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 pontzárlat. Ezt a zárlatot jellemzően a ritka tempóban táncolják. A zárlat mindig a tánc csúcspontja, legyen nagyon éles, feszes, hangsúlyos. Az archív felvételen jól látható a ritka tempó felépítése. A ritkában, akár csak a sűrű tempóban, pihenő lábfigurázós és csapásoló pontok váltják egymást. A ritkában a pihenő alatt halad a kör, és erőteljes csapással zárják le a pontot. A csapásoló motívumokat a kör közepe felé fordulva táncolják. Az összehangolt közös táncban gyönyörű egyéni táncos megoldásokat fedezhettek fel. Pihenő variáció. A sűrű tempó pihenőjében már találkoztatok egy hasonló motívummal. Ebben a variációban jobbra egy szűk, de erőteljes lábkör, balra egy koppintás kerül a cifra lépés elé. Zárlat variáció. A pontot egy ollós csapással zárjuk le, ahol az első lábcsapó nem a zenei hangsúlyra történik. Táncoljátok el az egész pontot. A teljes pont eltáncolásakor derül ki, milyen meglepő, különleges a lezáró ritmikája. A ritka tempót egyszerre többen táncolják. A virtuóz figurák mellett a táncosok egymásra is figyelnek, ami különösen nehéz feladat. Nem könnyű megtanulni, de megéri.
olyan, mint a közös éneklés élménye. Csapás variáció. Három dobogó lépést egy combütés és egy csizmaverés követ. Az előbb látott motívumsor a már ismert ollós zárlattal bővül. Figyeljetek arra, hogy a csizmaverésnél magasra emeljétek a lábat, ne a törzsetekkel hajoljatok le. A teljes pontban a figurasor megismétlődik. Erőteljes dobbantásokkal, kis oldalra haladással táncoljatok. A legnagyobb hangja a csizmacsapásnak legyen. A több mint 40 éve rendezett templomdombi filmezést a helybéliek még ma is legendaként emlegetik. Ezeken a filmkockákon sokkal több tárul elénk, mint a figurák gazdagsága, szépsége. Érezhető a falu közösség összetartása, teremtő ereje, ami másutt már évtizedekkel ezelőtt is csak nyomokban volt fellelhető. Négyes. Négyesben két pár alkot egy kört. A tánc menetét a férfiak irányítják. A forgást, irányváltást néha séta szakítja meg, ahol a férfiak legényes motívumokat táncolnak. A különleges aszimmetrikus zenei kíséret miatt a forgás lépése nem egyenletes, hanem kissé sántító, ugyanakkor nagyon feszes. Forgásindítás. Nyugodt, elegáns sétával alakítsátok ki a köröket a páratokkal. A lépést a zene aszimmetriájához kell igazítani úgy, hogy a zenei hangsúlyra a külső láb lépjen. A cifra ne lassítsa le a sétát, sőt, ezzel gyorsuljon a kör forgása. Most válik lendületessé a négyes. A készfogást csak a gyakorláskor használjátok, a négyest mindig szorosan összekapaszkodva táncolják. Olyan közel kell kerülnötök egymáshoz, hogy a fiúk kényelmesen és erősen tudják tartani a kört, mint az abroncs a hordót. Ne forduljatok a felső testtel teljesen menetirányba, táncoljatok egymás felé. A négyes a lányok szertartásszerű behívásával kezdődik. Lassan kialakulnak a körök, és elkezdődik a forgás. Táncotok akkor lesz stílusos, ha a belső láb lépésére figyeltek, ez adja a körben haladás lendületét, és így lesz szép sima a kör mozgása. Forgás és irányváltás. Ha készfogással gyakoroltok, érzékelhetővé válik, milyen nagy erővel kell tartani a kört. Ebben a variációban a fiúk a lányok kiberingatásával, majd a forgás lecsendesítésével jelzik az irányváltást. A jelzés után négy lépéssel állítsátok le a kört. Itt is a cifrával vegyetek lendületet a forgáshoz. A forgás alatt ne dőljetek kifele, feszüljetek a forgás iránynak.
Láthatjátok, hogy a fiúk keze gyűrűszerűen tartja össze a kört. A lányok karjukat a fiúkéra helyezve sok esetben kendővel kapaszkodnak össze. A lecsúszó kezeket a fiúk irányváltáskor erőteljes mozdulattal dobják vissza. Csak az irányváltás lépését ringassátok meg. A forgás mindig sima legyen. Ne zakatoljon, ne zötyögjön. Irányváltás jelzései. Az irányváltás jelzése dobbantás is lehet. Lehet jelezni a külső lábbal zenei hangsúlyra, a belső lábbal hangsúlytalanra, vagy különböző ritmikai játékokkal. Érdemes a fiúknak együtt gyakorolni, hogy kialakuljon köztük az összhang. A dobbantás ne zavarja, csak díszítse az irányváltást. Nem szükséges, hogy egyformán díszítsétek táncotokat, ebből még izgalmas ritmikai játék is kerekedhet. Sok együtt táncolással az eddig elemzett motívumok harmonikus táncá formálódnak. Ekkor válik igazi közös élményé a négyes táncolása. Az egymásra figyelés legalább olyan fontos, mint a motívumok pontos eltáncolása. Lendületes, sima forgás, kézfeldobás, testtartás, harmónia mind-mind megfigyelhetők ezen az archív felvételen. Nézzétek meg végül, hogy a széki gyerekek hogyan táncolják a sűrű és ritka tempót és a négyest. Thank you.